Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Nem más, itt összekeveredek már, mint Molnár István, 7. kerületi jelölt, független képviselő. Hányadik kadencián méreted meg magad? 6. ebben a körzetben. 6. ebben a körzetben. Egy olyan jelölt, akiről elmondtam már, hogy minden kocsmába bemegy, ne azért, hogy igyon egyet, hanem hogy találkozzon a lakóival. Megsimogatja a gyerekek fejét a játszótéren, szóba áll a kismamákkal, boldoggal és boldogtalannal, hogy szolgálni tudja őket. Nagyon érdekes ez a választási kampány, iszonyú sok papírt elhasználnak és dobálják be a mindenféle szórólapokat. Te hogy vagy ezzel? Nekem 3 sorozat lesz a teljes kampány alatt, de a másik fele meg, hogy el is várják. Hirtelen egy pillanatra meg is mutatom, reklám. Ez nem reklám, itt a program, jó minőségű a papír, és később lehet használni, hogyha egy könyvjelzőnek akarják használni, tehát újra hasznosítható. Igen, akkor nézzük, hányos körzetbe is indulsz? 5-ös számú választókerület, ugye régen 6-os volt, a lakosság fogyott, és most 5-ös számú. Kik a kihívóid ebben a körzetben? Egy Fidesz jelölt és a 2 civil szervezet jelöltje. Ismered őket? Na, hát a Fidesz jelöltjét igen, ő az önkormányzatban bent ül egy éve, és múltkor is ő volt az ellenfele, a másik 2 urat azt nem találkoztunk még a körzetben. Értek-e meglepetések, amikor kopogtattál, vagy mindenki keblére ölt, hogy jó, István, de rég láttuk? Hát az a helyzet, hogy amikor fel lehetett venni az aláíró ívet, én 3 óra alatt összeszedtem a dupláját, mint kell, tehát én szombat reggel fölvettem, szombat délben le is adtam a aláírásokat, és azóta én nem versenyzek, inkább járom a lakókat és beszélgetek velük. Nagyon jó közvéleménykutatásokat lehet csinálni, és nem főleg rólam, hanem inkább a polgármester választás és a főpolgármester választás, tehát nagyon jókat beszélgetünk. Ők is elmondják, hogy gondolják, vagy megkérdezik, kire szavazzunk, mit gondolok, tehát ez egy nagyon, nagyon jó közvélemény. Akkor a kérdés az, hogy te mit gondolsz, illetve te önálló vagy. Te melyik polgármesterrel szeretnél együtt dolgozni, ha nem titok? Hát ezt szerintem a lakosság fogja eldönteni, hogy kivel fogok együtt dolgozni, remélem. Te majdnem biztos vagy abban, hogy jelöltnek bejutsz. Mint hát jelöltből képviselő. Azt gondolom, hogy a lakóim fognak támogatni, igen. Amit én látok, és egyébként a hivatalos közvéleménykutatások is ezt erősítették meg, hogy igazából ez egy kétszereplős verseny, ahol a jelenlegi polgármester és az ellenzéki kihívója 85-90%-ot fog kapni együtt. Tehát köztük zajlik ez a verseny. Én szerintem ez pont ugyanolyan, mint a főpolgármesteri. Így áll egy kortizet, mert az biztos, ez olyan, nagyon finom ásványvizet. Mint a főpolgármesteri választás, tehát itt sokkal érdekesebb lesz mind a 2 választás szerintem, mint 5 évvel ezelőtt volt, sokkal szorosabb is lesz. Azzal bízunk meg téged, hogy te házról házra jársz, hogy a lakóidat megkérdezd, hogy látják-e a heti TV adásait. Ez nagyon jó, mert ugye most kaptam 600 új lakót a körzet nagyobbítás miatt, és én most járom őket, és csinálok egy felmérést, ugye előbb-utóbb napirendre, hogy kerüljön Belső Erzsébet város helyzete, és onnan kaptam az új lakók nagy részét, és most járom őket egy kérdővel. Ez lemaradt, de akkor hozzáteszem, hogy ők mit szeretnének, az új képviselő testület, hogy döntsön a Belső Erzsébet városban kialakult helyzettel kapcsolatban. Egyébként ezt múltkor is felmértem, ugye amikor tavaly előtt volt ez a döntés, de akkor csak 6 házamat érintettem, most pedig 36-ot, tehát nyilván meg kell kérdeznem az ott élőket, hogy ők mit szeretnének. Mi ma már egy országos televízió, közösségi televízió vagyunk, de főleg azért, mert Erzsébet városban van a székhelyünk, nagyon fontos, hogy mi történik itt. Ha te megnézed a lakosság átlag életkorát a te körzetedbe, és hogy vannak-e gyerekek, akkor mi a válasz? Hát 30% felett van a 60 éven felettiek aránya a körzetemben, és ugye ráadásul itt majdnem 9-1 az arány az egyedülálló hölgyek javára, tehát mi férfiak sajnos sokkal hamarabb, és nagyon sok egyedül élő nénike van. Költöznek be családok, és vannak családok is.
ugye amikor a kerületi lakosságfogyásról beszélünk, ez például az én körzetemben sokkal kevésbé jelentkezett, és vannak egyébként fiatal családok. Tehát elég népszerű hely a Almástér és környéke családosoknak is. Értem. Mit ígérsz azok után, hogy amiket ígértél idáig, mindent majdnem megtettél? Mit tudsz valami újat mondani a te lakóidnak, a körzetedben, főleg, hogy új lakók is vannak, hogy miért téged és miért nem az egyéb jelölteket válasszák meg? Tegnap ezt a szórólapot, amelyeként a legolcsóbb papír, ami csak létezik, csak kevesen fedezték fel, ezt Amerikából tanultam, ezt a kampánytechnikát. Miért? Milyen papír ez? Ez egy leeső szélpapír, a magyar nyomdák gyártják Ausztriába ezeket a nagy reklámokat, és ami leesik széle, igazából a szemétbe menne. És én ezt használom, és ez gyakorlatilag felébe kerül, mint bármilyen gyenge minőségű papír. Én ezt tegnap beszóltam saját kézzel, mert azt gondolom, hogy a lakóknak tudniuk kell, hogy egy képviselőjelölt mit szeretne csinálni a következő 5 évben. És igazából, ha megnézi főszerkesztő, 5 olyan dolog van, amivel én szeretnék foglalkozni. Az első az mindig a lakóim. Én mindig ezt szoktam mondani. Tehát a lakóknak az egyén és a közösségi problémája. Hadd mondjak egy példát, a most hétvégén zárult le a szénmonoxid érzékelő pályázat, amiről szerintem a lakosság fele nem is tudott. Amikor ezt kiírta a bizottság, én gyorsan csináltam azonnal hirdetményt, kimentem mind a 140 házba, kitettem a lakóknak, és gyakorlatilag a kolléganőm, nincs mindenkinek internetje, mindig ez a tévedés, hogy ő is látták a pályázatot, meg mindenki Erzsébetváros honlapját nézegeti. Nekem van internetem, nem. És nem tudtam róla. És ő sem nézegeti, így van. Én ezt kitettem, sőt felajánlottam, hogy kiviszem a kinyomtatott formanyomtatványt, sőt a mozgássértetőbe is hoztuk és beadtuk. Úgyhogy azt gondolom, hogy megint ez egy olyan pályázat lesz, ahol messze az én körzetem lakói fognak a legtöbbet pályázni. Második pont? Ez a belső Erzsébetváros. Nem fejeztem be még a felmérést, és nyilván még végig kell járnom ezt a 400-500 lakót, aki hátra van az új lakóim közül, de nekem teljesen biztos, hogy úgy fogok majd szavazni a testedbe, hogy a lakóim többsége ezt szeretné, várjuk meg a végét. De én azt gondolom, hogy nem tartható az tovább, hogy a 768 órájából 168 órát nem tudnak pihenni, aludni. És itt most egy másik vonulata a szemét, a koszosat, a bűnözés. Egyszerűen nem lehet, hogy 10 000 ember ne aludjon egy percet sem egy héten keresztül. Tehát én mindenképpen fogok támogatni egy rendeletmódosítást az új testetbe, de tudja, nem egyedül szavazok nyilván. Az új testet összetétele fogja meghatározni, hogy mi fog történni belső Erzsébetvárosban. Ha jól tudom, akkor a társasházi törvény módosítására készül az egész ország, úgyhogy a társasházal orvosolni fogja. Várjuk meg, igen, ígéretet én is hallottam. Egyébként a társasházak pont a harmadik olyan pont, amivel szeretnék kiemelten foglalkozni. Nagyon jó példák vannak más kerületekben, hogy egész éves legyen egy pályázat, ne évente kétszer írjuk ki. Én azt gondolom, hogy legalább a kétszeresére kell emelni a költségvetést a társasházi pályázat. A lakóink 94%-a társasházban él. Tehát ez egy nagyon-nagyon komoly probléma. Az ön programjából sem maradt ki a zöldesítés. Szinte nincs olyan képviselő, vagy képviselőjelölt, aki nem lovagolná meg azt, hogy zöldebb legyen a város, vagy az egész ország. Én nem hiszem, hogy én ezt meglovagolnám, azt hiszem a Balcsay utca a legjobb példára. Szóval van két nagyon megosztó dolog, ezek az oszlopos virágtartók, meg a dézsás fák. Én azt szeretném, hogyha készülne egy olyan teljes közmű kataszter a kerületben, hogy hol lehet rendes, valódi fasorokat ültetni, és ugye erre a Balcsay utca a legjobb példa. Nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Kedves nézőim, Molnár Istvánt, aki a kerületben már több kadencia óta képviselő, újra megméreti magát, mint független, hányos körzetben? 5-ös számú választókerület. 5-ös számú választókerületben méretteti meg magát, fogadják őt is szeretettel, mint minden jelöltet. Sok sikert, köszönöm, visszavárjuk. Előzetesek, és már is jövünk vissza, mégpedig a Benyámin óvoda igazgató nőjével, és ha kérdezik, hogy miért Benyámin óvoda, és miért egy óvoda, akkor mindenre hamarosan megkapják a választ. Tartsanak velünk!